Az iszlám állam vállalta magára a hétfői brüsszeli terrortámadást. A dzsihadista szervezet szerint egyik harcosuk hajtotta végre az akciót. A tunéziai férfi két svéd futballszurkolót lőtt agyon, egy harmadikat pedig megsebesített. A támadó menedékkérelmét már 2020-ban elutasították, de nem tudták kitoloncolni, így azóta illegálisan élt Belgiumban. Közben az is kiderült, hogy 2011-ben Lampedusára érkezett migránsként, 2016-ban pedig az olasz titkos szolgálat is megfigyelés alá helyezte, miután a férfi nyilvánosságra hozta, hogy csatlakozni akar az iszlamista terrorszervezetek harcához. Folyamatosan újabb és újabb gyászolók keresik fel a hétfő esti brüsszeli terrortámadás helyszínét. A belga főváros lakói virágokat és üzeneteket helyeztek el az áldozatok emlékére. A támadó hétfőn egy elektromos ropogóval érkezett a gyilkosság helyszínére, leugrott róla, bement az épületbe, majd egy Kalasnyikov gépkarabéllyal két embert megölt, egyet pedig súlyosan megsebesített. A férfi röviddel az álmokfutás után az interneten magára vállalta a támadást, azt állította, hogy az iszlám állam harcosa, amely később szintén elismerte a terrorcselekményt közösségi oldalán. A támadás áldozatai svéd állampolgárok voltak, a belga hatóságok gyanúja szerint a szélsőséges iszlamista kifejezetten rájuk vadászott, hogy bosszút álljon a sorozatos svédországi korán égetésekért. Brüsszel hétfőn tele volt futballszurkolókkal, akik a svéd-belga EB-selejtezőre érkeztek a városba, így nem volt nehéz dolga, hogy megtalálja a nemzeti színbe öltözött drukkereket. A merénylet után a mérkőzést félbeszakították, a stadiont kiürítették, a svédek pedig azóta félnek sárga-kék színeket viselni Brüsszelben. Furcsa tudat, hogy nem vehetem fel a nemzeti színű pólómat, hogy nem köszönhetek a többi szurkolónak az utcán, és nem ülhetünk be együtt egy sörre vagy ilyesmi. Nagyon különös érzés, most még a táskámat is igyekszem elrejteni, mert svéd motívumok vannak rajta, mondta egy nő, aki szintén az EB-selejtező miatt utazott Belgiumba. A svéd kormányfő felszólította az Európai Uniót, hogy erősítse meg a határellenőrzést és a belső biztonságot. Ulf Kristersson úgy fogalmazott, hogy a svéd életeket és a svéd érdeket meg kell védeni, a régió pedig nem engedheti meg magának, hogy naív legyen. A 45 éves tunéziai terroristán kedden reggel Brüsszel Skarbik negyedében egy kávézóban rajtaütöttek a belga rendőrök és lelőtték. A hatóságok szerint a merénylőnek nem voltak társai, ezért kedden este enyhítettek a terror készültségen. A mostani szinten is megnövelt rendőri jelenlét lesz Brüsszelben és az egész országban. Arra kérünk mindenkit, hogy maradjon éber. Emellett különleges védelemben részesülnek például a zsidó közösség helyei, az amerikai nagykövetség és a svéd közösséghez kapcsolódó helyek, jelentette be Alexander De Croo, belga miniszterelnök. A terrortámadás után fokozták a biztonsági ellenőrzéseket a francia hatóságok is, az ország Belgiummal közös határán. A párizsi vezetés múlt pénteken rendelt el a legmagasabb szintű terrorkészültséget, miután egy szélsőséges iszlamista több embert megkísért egy iskolában. Emmanuel Macron elnök a brüsszeli támadás után arról beszélt, hogy minden európai ország sebezhető a szélsőségesek támadásaival szemben. Brüsszelben ismét láthattuk, hogy minden európai állam sebezhető, és az iszlamista terrorizmus újjáéledőben van. Mindannyian sebezhetőek vagyunk, ami a demokráciával és a jogállamisággal jár, ahol az egyének egy adott pillanatban úgy dönthetnek, hogy elkövetik a legrosszabbat. Ismét kifejezzük szolidaritásunkat belga barátaink mellett, fogalmazott a francia elnök. Olasz források szerint egyébként a brüsszeli támadó Lampedusa szigetén lépett be az Európai Unió területére még 2011-ben. A tunéziai férfi idővel tovább utazott Svédországba, ahonnan kitoloncolták. Ezután visszatért Olaszországba, ahol 2016-ban a bolognai rendőrség iszlamista radikalizálódásra hajlamos személynek minősítette, és a hírszerző szolgálatok megfigyelése alá került. Azonban nem sokkal később eltűnt a hatóságok látóköréből. A férfi menedékkérelmét 2020-ban a belga hatóságok is elutasították, ennek ellenére továbbra is illegálisan élt az országban.